Legyen úgy, ahogy én szeretem. Neked mit jelent az egészséges táplálkozás? Én zöldség és gyümölcsfüggő vagyok, az én súlytöbletem soha nem abból fakad, hogy én azt ne ennék eleget, hanem az a baj, hogy én krumplifüggő vagyok még mellette, és az anyukám csirkecombja, azt arról nehezen mondanék le, meg abból a húsleves. Az a gyengébb. Mindenki tudja, hogy mi a gyengéje. Tehát azt tudja, hogy a krumplit szereti, de néha túl sokat eszik. Akkor, hogyha az egészséges táplálkozás szabályait próbáljuk pontokba szedni, akkor ott mennyiségek lesznek. Miből lehet sokat enni, miből lehet keveset, és mi az, amiből sem ennyit. Én azt gondolom, hogy a mértéktelenséggel van egyszer probléma, a rendszertelenséggel és az egyoldalú étkezéssel. Az emberi szervezetnek folyamatosan tápanyagra és energiára van szüksége. De amikor egyszerre nagy eső esik, például az nem tudja felhasználni a természet sem, az valahol elfolyik. Az emberi testnek is el kell osztani a bevitt kalóriákat, és ezt gyönyörűen tudja építeni a szervezetet, és adja az energiát. Ez egyfajta tudatosságot is feltételez, hogy mi megszervezzük az ételt, hogy rendszeresen eszünk, hogy nem hagyjuk ki a reggelit, és 4-5-ször is eszünk egy nap folyamán. Én azt gondolom, egy fél adag az bőven elég egy szervezetnek, és akkor nem megy a depóba, a zsíraktárokba az energia. Az arányokra kell figyelnünk, tehát a szénhidrátokat kell csökkenteni, például a zöldköret, egy tökéletesebb szénhidrát, alacsonyabb a glikémiás indexe általában, nagyon sok antioxidáns tartalmaz, nagyon sok vitamint és rostot tartalmaz. Okosan kell főzni, roston kell főzni és olyan eljárásokkal, amelyek a zsír mennyiséget, a zsír százalékát egy ételnek lent tartják. Legyen úgy, ahogy én szeretem. A legnagyobb butaság, amikor azt halljuk, hogy jaj, csak érjen véget a diétám, és ehessek egy ekkora adag, nem tudom, minek diétázol. Valahogy igen, de azt gondoljuk, hogy ez nem egy életmódváltás, hanem csak egy ilyen kéthetes történet. Egy lassú irányváltásra van szükség, akkor elérjük a célunkat. Ha mondjuk 5 szelet kenyeret ettünk, akkor együnk 4-et. Aztán megszoktuk, akkor együnk 3-at, mellette azért végezünk testmozgást, azt javaslom. Te sportolsz valamit egyébként, mert csak az olyan csinos fiatal ember. Volt már, igen, képzeld el, egyébként napi szinten próbálkozok vele, igen. De egész jól nézel ki, csak... Akkor van eredménye, köszönöm szépen a bókot. Biztos van olyan élelmiszer alapanyag, amit azért nem javaslunk senkinek. Vannak olyan transzsírsavak, ezek olyan hidrogenizált zsírok, amik kifejezetten veszélyesek. Minden olyan étel, ami nagy nyomáson készül, tehát adott esetben egy sült krumpli, vagy bizonyos kekszek ezzel az eljárással készülnek, és jó esetben ez föl van tüntetve a terméken, és azokat próbáljuk megkerülni. Amikor a reformtáplálkozásról hallottam, szerintem az első szabály volt az, hogy ne panírozzuk ki a húsokat, hanem süssük, mert hogy itt sokkal egészségesebb, vagy a kalória kevesebb benne. Mind a kettő, egyrészt kevesebb benne a zsír, tehát a zsírtartalmat tudjuk benne csökkenteni, és így hát értelemszerűen a kalóriatartalma is kisebb lesz. Gondolom a bundája jól megszívja magát, ennek az az oka. Olajjal, és ráadásul pont azzal az olajjal, amit transzsírsavaknak nevezünk. Ezt már megtanultuk, és sokkal egészségesebb, hogyha zöldségköretet eszünk hozzá, mint ha burgonyát, bár a burgonyát nem bántjuk, mert szeretjük. Én azt gondolom, hogy a köretet is, ha valaki nagyon szereti a rizst, meg szereti a krumplit, akkor nem kell tőle elbúcsúzni. Kevesebb rizst teszünk oda, és nagyobb zöld köretet teszünk mellé. Ez zöldség. Ezt szokták mondani, hogy nagyon sokféle színű ételt kell lenni. Hát itt azt mondom, hogy van egy jó pár szín, úgyhogy ez biztos, hogy egy jó választás. És bárhogy döntöm jobbra-balra a serpenyőt, látom, hogy nincs alatta olaj, tehát ez valószínűleg párolva lett, ugye vízen? Minimális valószínűleg, igen. Tehát hogy ez például nem tocsog az olajban, ez rendkívül jó tulajdonsága. Így van. Na, hát erről beszéltünk.